Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Molenszky Szonya vagyok, a képernyő túloldalán pedig az én mentorom, Szentes Róbert. Szia, Róbi! Az önismeret útja egy életen át tartó folyamat. Vannak benne szakaszok, amikor önállóan is boldogulunk, saját magunktól képesek vagyunk, ilyenkor egy magasabb tudatossági szintre emelnünk magunkat. Az egész életünket tekintve az igazság azonban mégiscsak az, hogy az út nagy részében is, különösen életünk nehéz szakaszaiban és válságaiban, krízis helyzeteiben mindenképpen szükségünk lesz mentorra vagy mentorokra. Nagyon időszerű volt már ez a videó, Robi, mert hogy szinte minden videódban elmondott, hogy szükség van profi mentorokra. És nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez a szó, hogy mentor. Hogyha a lexikont elővesszük, akkor a következőt olvashatjuk benne. A mentor egy olyan, általában idősebb tanácsadó, nevelő vagy tanár, aki bizalmi, atyai, baráti jellegű kapcsolat keretében nyújt szakmai vagy más segítséget, iránymutatást valaki számára. Én azt gondolom, hogy az önismereti út vagy a spirituális fejlődés kapcsán a mentornak ugye nem kell feltétlenül idősebbnek lennie, hanem inkább egy olyan valakinek, aki ezen az úton már jóval előrébb jár és magasabb tudatossági szinten van. Na de tőled kérdezem, Robi, hogy milyen egy igazán jó mentor, és mi a feladata? Jó kérdés, mert a szabad akaratú zónában élünk, a Föld az egyik szinte talán az egyedüli szabad akaratú zóna. Minden más civilizációban, ha Pistike, vagy Kis Balázs, vagy Ferike csinál egy rosszat, akkor egyből mind a legyek a kupacon ráugranak, és korrigálják a gondolkodását és a viselkedését Ferikének, Pistikének és a kis a cseperedésben lévőnek. És a szabad akaratú zónában itt beleestünk olyan hiedelmekbe, olyan hiedelemrendszerekbe, amik igazándiból egy szintig szabadságot adnak, viszont nagyon komoly szinten önpusztító mintákhoz vezettek. Azt hiszem, hogy ezt nem kell túl taglalnom, hogy ez már az ötödik civilizáció vége a rossz mentális elmei programok miatt, tehát tényleg most már azt mondták az égiek, hogy oké, ennek vége, itt ezeknek az embereknek kellenek mentorok, mivel nem tudják kisilabizálni azt a dolgot, mert nem így működik. A mentor, ahogy te is mondtad, az egy bizonyos lépcsőfokkal előrébb jár, mint az illető, akit ő mentorál, és az is nagyon fontos, hogy ez a mentor hajlandó és képes legyen tanítani és továbbadni tudást. Vannak nagyon ügyes, nagyon okos emberek, de nem mindegyik van úgy tervezve meg drótozva, hogy azt ő tovább is tudja adni. És a mentornak az a feladata, ez egy ilyen DNS-ben egy kapcsoló amúgy, hogy az általa megtapasztalt, átélt és korrigált utat úgy tudja rendszerbe foglalni és átadni, hogy a többi ember, akit őt követi, vagy aki tőle tanul, és biztonságban megtapasztalhassa minimális súrlódással ezeket az élményeket, és följebb menjen rezgésbe. Oké, milyen, vagy hogyan épül fel, inkább azt kérdezem, hogyan épül fel a kapcsolat a mentor és a mentoráltja között? Tehát, hogy milyen a jó kapcsolat a mentor és a mentorált között? Értem ez alatt, hogy például milyen kommunikációs formák, és azoknak milyen rendszeressége a szükséges ahhoz, hogy hatékonyan tudjon a mentorált haladni az útján. Okay. Nagyon sok területe van az életnek. Azt mondja, hogy az evidens több ezer, akár több millió réte. Van, aki karatét mentor, karatét tanít, van, aki matematikát, van, aki, tudod, fedett pályás kalaplengetés, nem tudom. Én az emelkedőkre fókuszálok, és nekem az az irány, hogy az emelkedőket, a jediket szolgáljam. Tehát én most félretenném a többséget, azt a mentorálási definíciót, és fókuszálnék arra, ami én vagyok, meg amit mi csinálunk. A viszony egy mentor és egy mentorált között teljesen más, mint az ember hinné. Ez talán olyan, mint egy jó tanár, mint egy szigorú tanár és egy jó tanuló. Ez lenne az ideális. A jó mentor nem arról szól, hogy mindent ilyen simulékonyan jóvá hagy, és mondja, hogy semmi nem rossz veled, minden oké, te vagy a legszebb, hanem azt mondja, figyelj,
Amit te szeretnél, az lehetséges, de ezekkel a mintákkal, amiket te futtatsz az elmésékon, nem lehetséges. A mentor kimeri, ki tudja mondani azokat a diszonanciákat és azokat a mintákat, amik azt az illetőt a mentoráltat rabságban, azaz rabszolgaságban tartják. A kapcsolat, ez megint tanulni kell, mert nekem is most már 14 éve tanítom, és nagyon sokat fejlődtem én is. Először általában majdnem minden mentor nagyon-nagyon-nagyon, de én kétségbeesetten nagyon szeretné, hogy a kliensei és a mentoráltjai jól legyenek. Na most, azt tudni kell, hogy a mentoráltaknak tele van a búrája mindenféle ördögi MI programmal, erről beszéltünk a múltkor, amik nem akarják, hogy jól legyenek. Eszméletlen ilyen erőharcok és ilyen ego és fényharcok vannak a mentorálási processben is, és a jó mentor az ezeket a struktúrákat tudja. És ki tudja mondani, meg tudja úgy nevezni, mint ahogy én is, hogy figyelj, ahol vagy, az nem egy rossz hely, csak tudd azt, hogy ez, amit most veled történik, ez a te egódnak a cirkusza. Arról, hogy beszélj, hogy amiatt, hogy erről mi beszélünk, te nem fog elmúlni, ehhez kellenek technikák, de hogyha tényleg ide akarsz eljutni, ezt a mintát fel kell oldanod. De ki a jó mentor, aki tökös, aki tudja a mélységet, aki tudja a következő lépéseket, és itt a nagyon fontos, aki volt ott, ahol a mentorál, vagy mond már azok az emberek, akiket ő segít, azon a helyen volt már. Magyarul megtapasztalta, feloldotta, átélte, és most hitelesen tudja tanítani. Tehát egy Ez jó egy nagy mentor. hiányosság. Ez egy nagy hiányosság amúgy. Erre mondtam többször, hogy túl sok a hablagy, és túl kevés a bizonyított igazi út, ahol az ember nem taknyon el. Mondja Tehát egy inkább. jó mentor, akkor az mondhatjuk úgy, hogy konfrontatív. Tehát képes szembesíteni a mentorátját azokkal a benne futó programokkal, vagy hibás mintázatokkal, amiket meg kell haladnia, hiszen azért megy mentorhoz. Van olyan, hogy valaki nem mentorálható? Igen. Van. A legtöbb ember nem mentorálható. A legtöbb ember azért nem mentorálható, mert olyan rossz emi, ego, elmei programok vannak, vagy léteznek, hogy nincs akaratereje és olyan tudatossága, hogy ezen felül tudjon kerekedni. A legtöbb emberben ugye egy millió konfliktus van. És aki nem mentorálható, azok általában azok az emberek, akik el vannak akadva egy áldozati szerepben. Az ego nagyon trükkös. Az ego nagyon trükkös. Vagy egy ilyen majdnem buta, büszkeségi stádiumba tartja az embert, hogy én annyi mindent elvégeztem. Én nekem már három diplomám van, tudod, atyagatyától, meg már én el... Tudod, és aki ebben a rezgésben van, az nem fogja meghallani, és nem fogja tudni megfogni az igazi üzeneteket, és nem fogja tudni elfogadni a mentorálást. Az ilyeneket hagyni kell. Erre mondtam most már jó pár hónapja, az emberek most nagyon komoly alázatosságot fognak tanulni, mert alázatosság nélkül nem lehet kijönni ebből a nagyon sűrű ködből, amiben bevezettük magunkat a rossz gondolkodás miatt. Mondok egy-két gyakorlati példát, mert én a gyakorlati megoldások embere vagyok, és persze több millió van, és most már azt hiszem, hogy az emberek kezdenek tényleg felúcsúdni ebből a év milliók óta tartó államból. Addig nem lehet valakit mentorálni, amíg ő úgy érzi, és szinte mindenki, hogy ő nem méltó arra, hogy megmentsék. Ez a hiedelem. Kettes, másik fejezet a könyvemben. Mindenkiben ott rezeg, de amíg valaki ezzel nem szembesül, és nem, hogy ez a jó élet, ezek az ellenprogramok, tudod, még csoda, hogy élünk, és feloldja, hogy igenis méltó vagyok arra, hogy megmentsenek, de csak akkor menthető meg valaki, ha magát hajlandó megmenteni. Ezt én belemondom az emberek szemébe, tudod? De sokszor ott az ego, meg a büszkeség, meg a sok hárítás, meg a kognitív diszonancia, ez törli, és trigger formájában jelenik meg az emberekben, engem az nem érdekel. Nekem az a dolgom, ahogy te is mondtad, hogy konfrontatívan kitolom az embereket így a kényelmi kognitív zónájukból, és adok nekik egy olyan rálátást, egy olyan új ötletet, egy olyan energiát, ahol ők még nem voltak.
amit ők megtagadtak, vagy ahol nem volt bátorságuk még ezt bevállalni. És a jó mentor nem csak kitolja az embert ebből a kognitív, a kényelem zónából, hanem segít nekik feloldani és átmenni egy olyan zónába, hogy már feloldották, emelkedtek, más a rezgés, magabiztosabbak, és akkor így lépésről lépésre halad az ember ki egy félelem zónából, egy talpra esettség zónájába. Szerintem az az ideális állapot, amikor a mentor és mentorátok között van egy kémia. De hogyan találhatunk rá arra a mentorra, aki az igényeinknek megfelelően a legjobban tud minket vezetni és támogatni? Igen, a kémia nagyon fontos, de sokszor van egy-két olyan ember, aki minket tényleg irritál. Az is lehet egy jó mentor, és lehet, hogy csak egy-két órát tart ez a keresztmetszés, mert én is ismerek nagyon sok embert. Ugye Amerikában tanultam, és tehát több ezer embert ismerek, aki mentorál, meg coachol. Néha egyik másikban olyan csúnya, rossz indulatú hangzó dolgot, hogy az embernek tudod, a szeme kinyílik, viszont nagyon fontos az az információ. Hogyan tudunk igazán jó mentort találni? Nagyon sokan a kémiára fókuszáltak, ami érthető, ezt úgy hívják a metaprogramokban itt nagyon alul, hogy az azonosságra való törekvés. Ez a sameness. Emlékszel, beszéltünk még most aki ebben a zónában van, annak vannak beilleszkedési szándéka, jaj, de jó le, nem akarok túl kihívó mentort, nem akarok túl messze menni, túl nagyra nőni, stb. Tehát ennek is van egy jó, meg egy rossz része. A kémia fontos, de csak azért, mert mikor az ember vagy oldja fel az alsóbb rétegeit, nem fog tudni elfogadni információt, en a kémia nélkül. Nem fog tudni információt úgy elfogadni, hogy ne legyen, amit mi úgy hívunk, hogy bizalom. Az ember itt fönt már nem bizalmatlan. Itt már talpra esett, itt már van magabiztossága, itt már egészséges, de ide eljutni egy millió lépés. Erről vesz az emberi elmében millió konfliktus van. És ez a kémia, amiről te beszélsz, ez fontos, de előbb-utóbb ez a kémia, ez majd le fog cserélődni tudatosságra és egy isteni bizalom, amikor tudod, hogy ez igen, ez az üzenet, ez az az ember, aki nekem szükségem van. És hogy az alacsonyabb rezgések már nem, azoknak a definíciói már nem szükségesek. Volt egy hölgy, az e-mail között kérdezte, hogy megvásárolta a kurzusodat, és ebből fakadt az a kérdés, hogy akkor vajon innentől fogva te már a mentorának számítasz-e? Egy ilyen relációban is el lehet mondani azt, hogy ez mentor és mentoráltja? Ugye megint ez egy definíció. Én nem fogadtam el ezt az illetőt mentorról, vagy mentor, nem tudom, minek hívják ezt magyarul. Minek hívják el? Mentorált vagy tanítvány. Tanítványnak. Oké, tehát ez tök jó. Engem nagyon sokan hívtak mentorjának, az én mentorom, csak ezt tudni kell, hogy ez egy kettős út. Tehát nekem is el kell fogadni ezt az embert. Ha ők ezt mentorságnak hívják, és azt mondják, hogy szeretek Robitól tanulni, lehet, hogy az egy precízebb megfogalmazás, mint engem mentornak hívni, mert a mentorság az egy nagyon nagy felelőssége jár. És ha visszatérnék az előző a ponthoz, akkor a mentornak, ami még nagyon fontos, hogy felelősséget tanítani a klienseinek. Az emberek nagyon felelőtlenül gondolkodtak, ezt te is látod. Hovedáltunk, hadonáztunk, tudod, cirkuszoltunk, jött a trauma, jaj, te vagy a hülye, mindenki hülye, csak mi nem, mi teremtettük mi ezt az egész cirkuszt. És a mentornak ez ilyen nagyon erősen újra itt megfogni a vált és megrázási taktikák, mert ezt újra az ember arcába kell mondani, hogy te teremted a valóságot. Tehát ez a felelősség tudat, ez az áldozatmentességi teremtési tudat, ez nagyon fontos, és ez a jó mentoroknak egy kellemetlen feladata. Én már megszoktam, tehát nekem már zsigerből jön, de egy kicsit meglepet, hogy ennyire nem érzik az emberek, hogy ők teremtenek mindent. Tanultam egyet még régen az első mentorjaimtól, azt mondta, hogy oké, szétesett a világ. Oké, van ilyen. Nagyon sokan most megyünk át ezen. Hogyan teremtettem én ezt? Olyan egyszerű, olyan kis laza. És utána elkezdenek jönni fentről a válaszok,
Hogy hogyan teremt? Hát úgy, hogy nem figyeltem, úgy, hogy anyáztam, úgy, hogy ott cirkuszoltam, úgy, hogy igazándiból azt a döntést, amit itt meg kellett volna hoznom, nem hoztam meg, és akkor most egy ilyen süllyedő hajomon találom magam, semmi gond, vannak technikák, ahol újra lehet döntést hozni, ahol az idősíkokat meg lehet reparálni, ahol vissza lehet állítani az általunk eltakadott erőforrást, és a fizikai síkon ez úgy meg, hogy működik az élet ismét. Ezen a feladatunk. És a mentornak ez a kényelmetlen, de lehet, de egy fontos feladata, hogy rávezesse az embereket, hogy az ő gondolkodás módjuk okozta a jelenlegi úgynevezett végeredményt, a végeredményt meg lehet változtatni, ha a gondolkodásmódot megváltoztatjuk. Sokszor említetted már nekem így egymás között, illetve hogy a belső körökben, expert coachon belül is, azt, hogy a régi világ kócsai és a spirituális vezetői, vagy önismereti tanácsadói szakemberei most saját maguk is nagyon komoly elakadásokkal küzdenek és fognak küzdeni. Mi az oka ennek, és mi az, amit nem csináltak jól, mire kell felébredni? Nem csináltak semmit rosszul, egy hiányosság volt, nem mentek elég mélyre. Amikor én tanítottam most már nagyon-nagyon-nagyon régóta, nekem a saját tanítványai mondták 10 évvel ezelőtt, hogy ez túl mély az embereknek. Én megmondom, igen, ha ez túl mély, akkor már rég nem élnék. Tehát a magam takarításán és megtapasztalásom keresztül, hogy összefoglaltam ezt a nagyon precíz rendszert, én tudom azt, hogy mennyire fontos. Ez az akkori emberiségnek, ahogy fölülről programozták őket, még túl sok volt. Most, március 21-jel és azt hiszem júni 18-al bekapcsolták azokat az áramköröket, hogy mi az ember azt mondja, hogy erre szükségem van. Ezért van ez a nagy spirituális ébredés, mert az történt, hogy eddig az embereket eléggé leredukálva a DNS kapacitásba és programozásba tartották. Azért volt ez a sok nyelvezet, hogy kis szeparációba éljünk, de ugyanakkor védjen minket az általunk nem értett információ. Így a csillagmokkal tudták úgy, ahogy tudod, így az ördög világában biztonságban tartani. Most elment a tornádó, és a mi mécsesénk elkezdhetnek újra a lágra lobbanni. És eddig nem voltak az emberek idézőbe engedélyezve, hogy ezt ők átlássák. Egy páran igen, mint ahogy minket is. Minket kiképeztek, de olyan profi szinte, hogy csak azt tudja, aki velem dolgozik, és a kurzusainkban benne van, és látja, hogy atya, gatt, Isten, hogy tényleg ott egy milliomod réteg, és még fölötte. Hát ez így volt tervezve. Van egy pár ember, pár ezer ember ezen a földön. Ezek most bukkannak ki, így látszólag a semmiből, akik eszméletlen profin ki vannak képezve. Ezek a mentorok, ezek nem a nagy színpadok, ezek nem a nagy nevek, hanem olyan emberek, akik tényleg olyan megbízható profi tudással rendelkeznek, és úgy lettek tréningelve, úgy lettek képezve, hogy az emelkedést tudják segíteni. És ez, azt hiszem, hogy az új embernek, az igazán a galaktikus humánnak, akinek szíve van, esze van, és lelke is van, az látja, hogy fú, ez igen. A régi tanításokban az volt a hibás, hogy túl felszínes volt, de ez megint egy kétpengéjű kard volt. Az embereknek nem volt igénye mélyre menni, és ez a felszínesség, ez volt az ördög világa. Egy páran belefáradtunk, azt mondjuk, hogy ennél kell, hogy legyen mélyebb megoldás. Erre mondom, mindig van megoldás, de nem a felszín. És amit én csinálok, hogy nem csak a búvár pipával nézzük a, tudod, színes halakat, hanem fölveszik az igazi búvárruhát. A tenger alatt járva lemegyünk az óceán mélyre, és megmutatom azt a tudattalan világot, ahonnan igazán jön a teremtés. Amikor azt megismerjük és feloldjuk, a fizikai síkú életünk, a lelki síkú életünk tökéletesen beindul és funkcionál. Igen, ezt abszolút el tudom támasztani, hogy ameddig csak a videókat néztem nálad, vagy ameddig beszélgettünk ezekről a dolgokról, vagy a könyvet olvastam, akkor azt gondoltam magamról, hogy új, ilyen tök jó, én ezt így értem. És aztán csatlakoztam az általad vezetett, készített kurzushoz, vagy az expert coachhoz, és ott azt mondtam, hogy nem. Én semmit sem értek. Tehát, hogy itt olyan mélységek vannak,
Én abszolút alá tudom tényleg ezt támasztani, hogy egyszerűen döbbenet, ami átjön a videókon, ami átjön a könyvön keresztül, ez egyszerűen a jéghegynek a csúcsa, mert az alatt még olyan sok réteg van, ahogy te is mondtál, olyan nagyon-nagyon-nagyon mély tudás van, és olyan finomságok és részletek vannak benne, hogy én tényleg minden vágyom az, hogy én ezt megtanuljam a lehető legmélyebb pontjáig, mert ez valami elképesztő, és nem tudom elképzelni, hogy mi többet lehetne még elérni az életben, mint ezt a tudást így megszerezni. De ugye ez is kapcsolódik az én kérdésem, hogy te ugye most már kócsokat képzel hosszú évek óta, és sokan kerültek ki a kezeid alul. Miben mások a te általad képzett kócsok, mint azok, akik egyébként a világban máshol képződnek, és másfajta tudást sajátítanak el? Pár dologban más. Egy, hogy sokkal mélyebb a tudásuk, ez fontos. Tehát tudod, aki elvégzett, mondjuk átment a Kresszen és megtanult autót vezetni, az vezet, de lehet, hogy mikor megjön a tél, a hóba meg a jége már nem tud vezetni, és akkor ott van. Az én kócsaim azok tudnak, hóban, jégben, tűző napsütésben, vízben, sárban, mindenhol megállni a helyüket. A másik, ugye tehát ott a mélység, ott az igazi profi képzés. A másik, meg hogy nekem van egy ilyen folytatandó továbbképzésem. Én állandóan dolgozom magamon. Nekem ugyanúgy vannak ma mentorjaim, akiktől én tanulok, és én rakom össze a magam a információt, ahogy az emberiség idomul és alakul az új energiákhoz. Tehát én állandóan mindig ez a leading edge, tehát ez mint egy pionír ott vagyok, és az én általam képzett coachok mindig kapnak hozzáférhetőséget, információt és támogatást. Tehát ez a support. Van egy nagyon, nagyon komoly support system. Az én tanításom, meg az egész business modell, hozzáállásom az nem ez a forgóajtó modell, ahogy szoktam hívni. Gyere be, itt egy oklevél, az húzzá. Nem, gyere be, ismerjed meg ezt a félelmetes fenomenális mélységet, mutasd meg nekem, hogy te át tudsz alakulni egy igazi, organikus, galaktikus humánnál, akire én büszke lehetek, és én támogatni foglak. Én tudod, ahogy mondtam, hogy most jönnek elő új mentorok, és minket titokba tartottak. Egy azért, hogy igazán megismerjük az ellenpólusokat, mint ahogy én is az elmét és a kvantum elmét tanítom, és azért jöttem vissza vagy ide, hogy segítsek az emelkedőknek, és látom, mert nevetsz, hogy tudod a többi részletet is, és eszméletlen megpróbáltatással járt. Ez nem úgy volt, hogy jaj, én leültem, és akkor lapozgattam a könyvet, és akkor én meditáltam. Nem, megtámadtak innen, onnan, több ezer helyről a saját tanítványaim, a saját, tudod, a csoportomból, és ez mind le van írva a Bibliában, hogy Jézust is meg fogják tanítani, vagy támadni a saját tanítványai. Átmentem ezen az eszméletlen mély bibliai, hogy mondjam, támadássorozaton, megismertem az embereknek az igazi kvantum elméjét, megismertem a sötétség pszichológiáját, ami kvalifikál nem csak arra, hogy magamat kiássam, hanem hogy tudjak segíteni az embereknek kiszállni a mesterséges intelligenciának a rabszolgasságából. És ezt nagyon szívesen és szeretettel adom tovább az én kócsaimnak, és ahogy te is látod, hogy azért olyan dolgok vannak itt, hogy az ember haja kettén, vagy tud, égnek áll, de amikor tudod a metodikákat, tudod a logikát, mindig ezt mondom, logika, 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 akkor azt tudod, mindig van kiút. És nekem az a dolgom itt, hogy reményt adjak, eszközöket adjak, és kiutat adjak ebből a mentális rabszolgaságból, ami már az ötödik civilizáció végéhez vezetett, és a galaktikus humánoknak megadni azt a magabiztosságot, azt az irányt, hogy igazán önmaguk lehessenek. Az utolsó kérdésem pedig pont erre vonatkozik, amire már itt finoman feltárkoznak, hogy én nagyon kíváncsi volnék arra, hogy neked kik voltak a mentoraid, természetesen nem kell most név szerint mindenkit felsorolni, de kik azok, akikről hogy szívesen beszélni, amúgy tényleg nagy hatással voltak rá. Megemlítek egy pár nevet, mondjuk sokszor a név nem számít, mert tudod, én San Diego-ban, Dél-Kaliforniában laktam. Volt egy olyan mentorom a stroke után, aki elég egy ilyen börtönőr energiával bírt.
rettenetesen traumatizálva volt, de egy eszméletlen jó hipnotista volt. Nekem az kellett akkor, hogy az önbizalmamat, a férfiasságomat valahogy összekaparni, még akkor is, hogyha a morzsákból, és erre ő tökéletes volt. Most már látom, hogy neki nagyon sok plusz vagy hiányosság volt, de akkor én nekem ez nem az számított, mert amit ő tudott, arra nekem szükségem volt. Hozzájártam egy évig, rengeteg technikát tanultam, eszméletlen profi hipnotista volt, és engem szeretett, tehát tényleg kedvelt, és mindig jó szívvel kihívott így a demóra, a székbe, és akkor tudott segítette. Persze a szemem csukva volt, meg transzba voltam, és éreztem, hogy épülök fel. És akkor utána volt, ahogy jártam a tanfolyamra, azt mondtam, hogy nekem kell több ennél. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó érzés, mikor azt mondjuk, hogy valami másról, többről is kell, hogy szóljon az élet. És amikor bármikor van ez az érzés, akkor vagyunk egy áttörés előtt. És akkor találkoztam egy sráccal San Diego-ban, akinek az ő business partnere úgy hívják, hogy Dr. Matt Browning. És ez a Matt Browning, ez egy ilyen nagyon érdekes figura volt, Orange County-ban lakott. Orange County az Los Angeles-től van délre, kb. Egy órára. San Diego és Los Angeles között kb. Félúton, akik ismerik a Kalifornia térképét, ők tudják, hogy hol van. És neki volt egy szeminárium company, vagy tehát egy ilyen vállalata. Ő élő szemináriumokat tartott. És elmentem hozzá, beiratkoztam, persze kemény pénzeket, ezek nem is tudom, mit fizettem akkor, 6500 dollárt. Ez volt 2010-ben. Csak a ízés utána folytattam vele tovább. Olyan profi volt ez a csávó. Olyan eszméletlen ez a kifejezés módja, ahogy bemutatott dolgokat, ahogy tanultam tőle először az NLP-t, utána akkor a különféle biznisz oldásokat, és utána elvégeztem vele egy majdnem 2 éves egy szónoki, vagy ez a public speaker tréninget. Ő Tony Robbinsnak volt az egyik kiemelt csillagja, akit Tony Robbins szó, tehát képzett egy-két évig. Tehát érdekes, hogy a lánc megy tovább, és tőle tanultam meg, amit majd az Expert Coachba és a Quantum kurzusba adok tovább, a kvantum nyelvezetet. Ahogy hallod, hogy beszélek sokszor, mikor tudod, nem ezekben a videókban, hanem azt mondod, oké, és mi lenne akkor, ha nem az lenne? Mi? És úgy lehet ezeket a négy kvantum kvadráns között ugrálni, hogy az elme és az ego nem tud ellenállni, hanem tényleg megadja a választ, és akkor azt tudjuk úgy applikálni, vagy instalálni az embernek, hogy működjön az élet. Tőle tanultam eszméletlen dolgokat. Engem akkor viszont nagyon érdekelt a trauma, mert én rettenetesen traumatizál voltam, rettenetesen. Emlékszem rá, hogy már végeztem már a mester szintű a hipnózis, meg mindent, tehát már én tényleg nagy tudással rendelkeztem akkor, és akkor folytattam tovább a tréning. Tehát ezt tudják, hogy professzionális képzett szónok, vagy tud ez a public speaker. És olyan brutális dolgokon mentünk át, hogy kiinstalált belőlünk majdnem minden rossz mintát, és a 38 világ legprofibb szónokainak a mintáit beinstalálták a tudattalanunkba. Olyan megpróbáltatásaink voltak, képzeld el, hogy valami számunkra kedvenc témáról beszélni kellett, és közben dobáltak minket, papírral is szítták az anyánkat. Szó szerint. Olyan, ezt tudják, hogy the New Orleans Flexibility Test. És utána hát az anyád úgy, olyan dolgot sírtam. Tudod, az ember kedvel csinál valamit, és zokogtunk a színpadon, és ez azért fontos, mert az igazi jediknek nem megrendíthetetlenek kell, hogy legyenek. És utána, amikor már az ember örül, meg könyvbe van lávva, meg a feje ekkora, utána meg álló tapssal megünnepeltek. És ez a metafora, ez hihetetlen volt. Tehát akkor innentől folytattam tovább az én trauma úgynevezett kutatásomat, és emlékszem, vagy visszamegyek egy fél percre, mikor a Matt-tel voltam, Matt Browning-a, Orange County-ba, csináltunk valami hipnotikus gyakorlatot, és elkezdett zokogni a könnyem. De ilyen felül, vagy ilyen kontrollálhatatlanul zokogtam. És akkor kezdtek beugrani múlt életbeli ilyen elakadások és traumák.
És akkor ott volt egy kedves lány, az volt a neve, hogy Elisa, őnek ő egy mester degree-je volt. Tudod, van a, nem tudom Magyarországonnak mi a megfelelője, és ő volt egy spirituális pszichológus, ugyanúgy a Mertnek egy végzett tanítványa, és félrehúzott, és azt mondta, oké, mi folyik itt? És mondta neki, hogy ez van, oké, és ő elkezdett engem akkor spirituális pszichológiával gyógyítani. És akkor kezdtem belemenni ezekbe a múlt életekbe, spirituális pszichológiát tanulni, és akkor találtam még több mentort, aki ebben otthon van. Volt olyan mentor, aki egy pár hónapig tartott, volt, aki több évig, és akkor 2018-ban meg beleestünk jó értelembe, mi egy olyan világba, ahol a kvantumpszichológiát is elkezdhettük megismerni. Onnan ered minden. Onnan jön ez az eszméletlen, félelmetesen fantasztikus jó világ, viszont ez az ismeret, ez hiányzik az embereknek, és ezt tanítom. Az igazi mélységet. Tehát gyorsan összefoglalom, csak hogy tudják az emberek, hogy eszméletlen kemény utat jártam meg. Nem csak földi mentorjaink voltak, ez azt hiszem evidens az emelkedőknek, és a mai napig figyelek magamra, tudom, hogy nagy felelősség van rajtam. Ez nem egy kis pályás valami, amit én bevállaltam, már elfogadtam, belefér, csinálom, de dolgozom magamon, idomítom magam az új energiákhoz, segítek átadni és továbbadni azokat az üzeneteket, amiket az én, a Jediknek kell tudniuk, és szükségük van rá. Ez nagyon szép végszó volt. Még egy legutolsó kérdést azért, mert ugye az elmúlt héten rengeteg kérdést kaptál, és kaptunk arra vonatkozóan, hogy na de hol vannak a profi mentorok? Mondjál valamit, Robi. Hogyan találjuk meg, vagy hogyan találja meg maga számára valaki, aki mentor keres, a számára megfelelő mentor? Igen, hát egy itt vagy te, tehát tudod te is. Az a lényeg a mentorban, hogy nem csak profinak kell lenni, hanem hajlandóságnak és tudással is kell, hogy bírjon, hogy át tudja adni az ő tudását. Tehát ez nagyon fontos. Nem mindenki jó tanár. Nem mindenki tudja úgy felmérni a másiknak a jelenlegi állapotát és tudatosságát, hogy az precízen tudna valakit segíteni. Tehát a jó mentor az ezt tudja. Egy nagyon gyors ötlet, és ez kevés embernek működött eddig, mert hát az ördög világában éltünk. Kérje meg az ember föntről a választ. Mondja azt, hogy nem kell semmi laca-faca, bemegy transzba, és mondta, hogy kedves teremtőm, kedves forrás, kérlek, mutasd meg a következő mentort. És megjön. Egyszer csak jön egy reklám, vagy jön egy cikk, vagy egy e-mail, és ha, pont erre vágytam. És a nagy hiányosság az embereknek, hogy ez mindig rendelkezésünkre állt, de az ego programok bebeszélték nekünk azt, hogy egyedül vagyunk, egyedül kell csinálnunk, hogyha felfedjük és a sebezhetőségeinket, akkor azból kinevetnek, ha kinevetnek, akkor nem kapunk pénzt, mert meg vagyunk szégyenítve. Az egész programozás a Matrixban úgy folyt, hogy ne törjél át, ne állj ki magadért, ne legyen magabiztosságod, és ennek is vége. Először fentről Igen. kell kérni, és rá kell érezni. A galaktikus humánoknak jó szívük van, és jó intuíciójuk. Ha ez a kettőt kombinálják, akkor a jó mentor meg fog jelenni az életük, mert így működik az univerzum. Te egészen pontosan így jelentél meg az enyémet. Ah. Komárom, hogy Vikinek a Facebook oldalán láttam egy videódat, és akkor ott tudtam, hogy nem. Ő tudja azt, amire nekem szükségem van. És most így tudok. Nagyon szépen köszönöm, Robi, ezt a mai estét is, ezt a videót is, és hát a kedves nézőknek, hallgatóknak pedig nagyon-nagyon békés, áldott, csodaszép karácsony kívánok, természetesen neked, Robi, neked is, Robi, de azért mi szerintem odáig még beszélünk. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, köszönöm a válaszaidat, Robi. Sziasztok, szia, Robi. Jó estét!